Régi vágya volt az önkormányzatnak az egészségház felújításait Nyírmihájdiban. Meglepően nagy a betegforgalom a településen. A házi orvosnak átlagosan napi 100 pácienst kell ellátni, a védőnői szolgálat korábban pedig csak egy kisebb helyiségben tudott működni. Az átalakításra így még 2016-ban pályáztak a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül, végül önkormányzati forrással is kiegészítve 56 millió forintból újult meg az egészségügyi intézmény. Maga a pályázat az a nagy része a védőnői szolgálatnak a kibővítéséről szólt. Ugye itt átlagosan azért 50 fölötti terhes létszám van, csecsemőgondozás, tehát a védőnéniknek igenis kellett egy olyan korszínvonalnak megfelelő hely, ahol el tudják látni a feladatukat. Most ezzel, hogy ezt megcsináltuk, gyakorlatilag ez sikerült, és ugyanakkor a házi orvosi rendelőnek a váróterme is megújult, teljes fűtéskorszerűsítést csináltunk, illetve a külső felújítását az épületnek, szigetelését, illetve a tetőcserét. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ez egy jó alap. Még annyi talán, ami kapcsolódik ehhez, hogy a Magyar Falu programban sikerült 3 millió forintot, közel 3 millió forintot nyernünk most ehhez kapcsolódóan orvosi eszközre, és így a kettő azt gondolom, hogy egészen jó kiegészíti egymást. A meglévő épületben volt egy szolgálati lakás is, ami évek óta üresen állt. Ezt alakították át kiszolgáló helyiségekké. A választókerület települései 15 milliárd forintnyi forrás nyertek különböző fejlesztésekre, összesen 105 programban az elmúlt években, közölte a térség országgyűlési képviselője. Nyírmihájdiban ebből újult meg például a községháza is, de egy 20 millió forintos turisztikai beruházásnak köszönhetően látogató baráttá válik a település református temploma is. Megújult a 471-es főútvonal a településen, ugyebár, ami egy központi ígéretünk volt annak idején, és miután az átadó ünnepséget nem Nyírmihájdiba tartottuk, megragadnám az alkalmat, és újra fölhívnám a figyelmet arra, hogy közel 300 millió forintból újult meg a 471-es főútvonal megyehatártól a Nyírmihájdi tábláig tartó szakasza. Szabolcs megye Nyíregyháza nélkül 95 milliárd forint topos forrásból gazdálkodhat, ebből évtizedes fejlesztési hátrányokat próbálnak behozni, közölte a megyei közgyűlés elnöke Nyírmihájdiban. Az a politika, amely 45-től vagy 48-tól 90-91-ig jellemezte Magyarországot, 90-ig, az a vidéki településeket, hát néhány kivételtől eltekintve, de nem fejlesztette megfelelően, nem voltak tornatermek, bölcsődék, iskolák, óvodák, nem voltak meg azok a lehetőségek, hogy a fiatalok itt maradjanak egy ilyen településen, mint Nyírmihájdi, nem voltak munkahelyek a közelben. Most erősödik az ország, és ennek eredménye az, hogy elindult a Magyar Falu program, hogy polgármester úr képviselő beszélt erről, és ennek a gyümölcse is beérik, de több éves távlatban. A szombati átadó ünnepségen elhangzott, a Magyar Falu program jó voltából a térségben három település, Nyírpilis, Nyírkáta és Nyírmihájdi, 3x40 millió forintos támogatást nyert kamerarendszer kiépítésére.